cicomizók! Mimi vagyok! Nézzétek! Ma gyurmázni fogunk! Vannak eszközeink is, de előbb nézzük is meg a borítékot! Szépen megfordítjuk és kivesszük belőle a kérdést. Én mi? Ki a legjobb barátod? Na erre nem fogok válaszolni! Ne is reménykedjetek benne! De én tudni akarom! Én is! Gyerünk, Mimi! Választanod kell! Választanom! Miért? Fogadtatok? Dehogy! Sose tennénk olyat! Hát persze! Nem fogok válaszolni! Ne is reménykedjetek! Kicsomizunk, nektek is ilyen gyagyás barátaitok vannak? Nektek ki a legjobb barátotok? És miért pont ő? Írjátok meg kommentben! Na kezdjünk is neki! Arra gondoltam, hogy csinálhatnánk egy barátság avokádót. Tehát ahhoz a belsejéhez egy ilyen világos zöld kell majd. Látjátok? Ezt jól összekeverem. Addig elmesélem nektek, hogy tulajdonképpen mi is ez. Ez egy olyan avokádó lesz, ami félbe van vágva, és az egyik felét odaadod a számodra legkedvesebb embernek. Vagy hát az egyiknek. Tehát a legjobb barátodnak. Hát ha több legjobb barátod van, csinálj többet. Na de, visszatérve az avokádóra. Csinálunk most itt egy ilyen kis körteformát. Inni látjátok? De ne legyen túl körtés. Inkább a körte és a tojás között. És tadam! Szerintem elég jó. Még úgyis be fogjuk fedni. Bizony, egy másik réteggel. Ami sötét zöld lesz, vagy ilyen türkiszes kék. Ez lesz majd a második rétege. Vagyis úgymond a héja. Inni, ezt is szépen meggyúrom. Meg azért csinálom belőle egy gömböcskét. Ígyni. És lenyomjuk, és kinyújtjuk. Ígyni, hogy szép lapos legyen. De azért nem annyira. Szerintem körülbelül... Még itt gyúrom egy picit. Igen, ennyi elég lesz. Így szerintem pont körbe fogja érni. Látjátok? Így szépen körben hajtogatjuk. Hogy mindenhol legyen egy kis sötét zöld is. Ezt levesszük róla a fölösleget. Így mi. És... Bár ez lejött róla. Visszarakom. És befoltozzuk az avokádót. Inni, mindenhol legyen szép sötét zöld is. Ezt is így lesimítom. Remélem Kiki nagyon örülni fog neki. Meg egy picit simítani kell. Tátjátok, körülbelül így kéne kinéznie. Na de kérek egy kis segítséget anyától. Anya, segíts! Na nézzétek csak! Anya segített félbevágni. Ú, de jó lett! Tisztára olyan, mint az igazi avokádó. Már csak a magja hiányzik. De csak az egyikbe lesz benne a magja. Szóval ide ez lesz a mag nélküli, fúrok egy lyukat. Így mi, látjátok? Egy szép nagy lyukat. De szépen el kell dolgozni. Így valahogy így. Így mi. Ez itt az első fél. Na csináljuk is meg a másikat. Így mi. Ide is fúrunk egy lyukacskát. Így szépen pontosan. El kell dolgozni, mert ha nem, nem fog jól kinézni. Oké, ezzel meg is vagyunk. Most jöhet a mag. Ez egy ilyen mini kis barnát fogunk használni. Ezeket arrébb rakom. És csinálom is. Jó kis golyót csinálok. Így mi. És ebbe bele fog kerülni. Hú, pont jó. Nézzétek, ez nagyon menő. Szerintetek tetszeni fog Kikinek? Remélem, nekem nagyon tetszik. Pedig még nincs is kész. Mert ugye nem hiányozhat se a szeme, se a szája. Úgy sokkal cukibb lesz. Ide jön a szája. Így jó mosolygós lesz. És ide jön a két szemecskéje. De cuki! És akkor már csak rózsaszín pofik kellenek nekik. Így mi? Azt a meg cuki! Nagyon-nagyon-nagyon cuki! Hát megzabálom őket mindjárt. De még nincs vége. Tadám!
Most rakjuk egy díszdobozba. Mindkettőt belerakom, hogy majd Kiki tudjon választani. Ugyanis ilyenkor a barátunk választ. Legalábbis én úgy tudom. Nagyon cukik lettek? Hát nem? Na zárjuk is be gyorsan. Elrejtem, mielőtt meglátja. Így mi. És ez itt a teteje. Szubi! Jó, nehogy azt higgyétek, hogy Csocsóról megfeledkeztem. Annak is eljön majd az ideje. Szerintem cuki lett. Na ezt zárjuk is vissza. Kicsit rendet rakok, ez tök jó volt. Na sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel! És írjátok meg a közösségi fülön, hogy ti milyen ajándékot készítenétek a legjobb barátotoknak. Pá, pá! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!